Már lehetett hallani, hogy a londoni pálya nem igazán lopta be a szívedbe magát. Elsősorban gondolom az időjárás miatt. Ez mennyire fogja befolyásolni mondjuk a versenyeket? Hát igen, az az igazság, hogy én nem versenyeztem a londoni pályán. Kim voltam Londonban, láttam a pályát, eveztem is a pályán, de versenyezni nem versenyeztem. Tény, hogy percről percre változik a szél, ami egy kajakosnak az egyik legnagyobb ellensége. Én bízom benne azért, hogy nem lesz irreális a verseny, és nem lesznek irreálisak a pályák, nem lesznek pályakülönbségek, de lelkiekben azért erre fel kell készülni. Én azt hiszem, hogy aki a középső pályákon megy, ott szoktak versenyezni a legjobbak, egyenlő feltételekkel fognak rajtozálni. Az kérdéses, hogy esetleg valaki a suranó pályán egy árnyékoltabb pályán jobb lehetőségekkel tud végigmenni, és esetleg meglepetést fog okozni. De ezzel nem gondolkozunk, hanem tényleg most elsősorban azon vagyunk, hogy ezt a szűk hét hetet, ami az olimpiáig van, ezt a lehető legjobban végigedzeni, és a lehető legértékesebben végigcsinálni.